Többek között táncos produkciót is láthattak azok, akik ellátogattak a Pécsi Egyetem orvostudományi karára. Itt rendezték meg ugyanis második alkalommal az Irány a PTE Kultúrfest elnevezésű programsorozatot. A zenés táncos előadások mellett pedig egyúttal a felsőoktatási intézmény szakirányaival is megismerkedhettek a jelenlévők. Érdekelt, hogy milyen Pécs, mert ugye ide szeretnénk majd jelentkezni, ide is. És téged melyik szak érdekel a legjobban? Engem a pszichológia érdekel, meg akartam nézni Pécs városát, meg az egyetemet is, és gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne erre. És neked melyik szak tetszik most a legjobban? Nekem a gyógytornász, és ugyanúgy, amit a lányok mondtak, ugyanazért mentem én is. A programot egyébként háromnapos online előadás és beszélgetés sorozat előzte meg. A szervezők célja, hogy ne csak egy-egy kar nyílt napjára látogassanak el a felvételi előtállók, és a PTE egyéb szolgáltatásait is megismerjék. Azt a sokszínűséget, azt a széles oktatási spektrumot be tudjuk mutatni, a több mint 300 képzést a 10 karunkon, de azt is lehetővé tesszük, hogy legalább egy napra mindenki egy kicsit már egyetemistának érezheti magát. Azok a tánccsoportok, zenekarok vannak itt, azok a szolgáltások, kollégiumoktól ösztöndíjakig mindenféle lehetőségről tudnak tájékozódni, amik majd egyetemistaként várják őket. A látogatók a standoknál akár saját maguk is kipróbálhattak néhány eszközt, betekintést nyerhettek az orvoskar épület együttesébe, de a színpadi programokat is figyelemmel követhették.